Na hili hali hali hó, császtok! Azt mondja, hogy máma bemutatom nektek, vagyis hát megnézzük közösen, hogy milyen végül is a Forza Horizon 5-ben a leggyorsabb Verda. Ugyebár ő a 2020-as? 20-as? Ha jól tudom. A Koenigsegg Jesko, nem tudom, hogy mondják igazából. Először nézzük meg szerintem gyárilag, hogy mit tud a Verda. Hú, amúgy azt a mindenit. Oké. Okay. 2 millió 8-ba kerül egyébként. Igen, itt van a triplexes felfüggesztés. Azért kicsit oda van pirítkűve. Na szóval, 2 millió 8-ban kerül az autószalomba. Nézegettem mondjátok már. Ez hangos. Szóval nézegettem az aukciós házba, ott ilyen 3 millió 5, 3 millió 8-ért árulgatják. Inkább úgy voltam vele, hogy megveszem alapból a garázsból, az autószalomból, 2 millió 8-ért, és akkor van egy teljesen nyers kocsim, amihez én nyúlkálok, én piszkálok. Hoppáka. Nem tudom gyárilag mennyit megy egyébként. Hát ez sikerült már le is amortizálnunk. Na mindegy, a lényeg, hogy vigyük ki a pályára. Egyébként most lett téli szezon, majd live-olok is belőle, ha gondoljátok. Hát mondjuk ezt most elég hülyén jön ki, mert ezután lehet, hogy egy live lesz. Na mindegy. Lényeg, hogy egészség legyen. Hát ötödikig kapar a gépjárgány. A gépjárgány, járgány. Ez elég veszélyesen néz ki, mint egy kúp. Az igazi kúp, kúposztó. Oké. Azt mondja, hogy eddig 9 sebességes, nem megy tovább. 278, 280. 281. Mindjárt lesz egy kis lejtő. 283. 284. Majd oda kiírom nektek kilométer per órába is esetleg, hogyha érdekel. Ennyi. Akkor menjünk be. Tuningoljuk föl. Nézzük meg, hogy úgy mit megy a Verda. Na, itt is vagyunk, srácok, fiúk, lányok. Megmaradt a kocsi hátsó kerekesnek, úgy döntöttem. Beállítottam arra, hogy a legnagyobb végsebesség jöjjön ki belőle. Hát nem tudom, hogy mi lesz. Mert annak úgy se lehet hinni, amit oda kiír. Eléggé pattogós lett. Hatodikba. 296, 300. 303. Háromszáznégy, 305. Új rekord, 307, 308. Na, 308 mérföld per óra volt, srácok. Szerintem ennél nem is lesz több, akárhogy csinálom, akármit csinálok. Igazából már próbálgattam. Szerintem ez lett eddig a legjobb. Annyi, hogy nem fordul annyira, mint ahogy kéne. De hát ezt elnézzük neki. Végül is sebességre megyünk, nem pedig kanyarodásra. Hát srácok, nem tudom, ha tetszett, próbáljátok ki ti is. Ilyen alapbeállításokon el lehet menni 302-ig, azt hiszem. Úgyhogy onnantól kezdve a finom hangolással ezt el lehet érni. Játszogassatok vele, húzgáljátok. 1600 lóerő lett a Verda egyébként.
Hoppá! Nem láttatok semmit. Háromszáznégy. 305. Ja, ennyi. Ennél jobbat nem fog menni, én szerintem. Lehet, hogy van, akinek megy jobbat. Hát nekem ennyit sikerült belőle kihozni. Egyébként, ha jól tudom, van valami megosztó kód is, ami fölboostolja egy kicsit, és akkor olyan 320-330 mérföld per óráig elmegy a kocsi. Ezt nem tudom, hogy hogy csinálják. Van valami megosztó kódja is a versenynek. Nem is értem igazából, nem is szeretném. Pedig ottan az ott rekord. Az ott rekord. Ha? Amúgy azt bírom, hogyha visszariványdolok, akkor már legalább vagy 5-10 mérföld per órát lecsal egyébként. Mi történt itt? Jó Isten. Most megpróbáljuk, ennek rekordnak kéne legyen. 305, új rekord. Ezt meg kéne ugratni. Hát nem így. Így senki ne csinálja. Pedig jó volt a kanyar. Csak kicsit lecsúsztunk az ívről. Oké. Okay. Ajaj. Sikertelen, pedig 2700 valamennyi. Mi a fasz? Hát igen, ott egy kis bug. Egy kis ez az amaz. Az belefér. Ezt elnézzük. Látjátok, már itt is lecsalt egyébként a sebességünkből a rewind, úgyhogy... Húha. 2700 valamennyit ugrat, és akkor beadja sikertelennek, mert szarul érkezik a kocsi. Ezt... Kicsit nem értem, de mindegy. Valahogy meg kéne csinálni. Nem lesz meg, mert nagyon fölfele áll. Na majd, hogy nem már backflipet nyom a kocsi. Miért ennyire szart temető? Ne, miért állsz ennyire fel? Pedig milyen jó lenne. 2700 valamennyi, de beadja sikertelennek. Hát most ezzel nem tudok mit csinálni, srácok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek. Kipróbáltuk a leggyorsabb kocsit is a játékban. Nem tudom, mi fog jönni ezután, ami esetleg gyorsabb lehet, mint például az előzőben az a Ferrari. A Ferrari. Hát majd kiderül a bederül-a. Úgyhogy kösz szépen, srácok, hogy itt voltatok és megnéztétek. Ezt lehet, hogy bár elmondtam egyszer. De annyi baj legyen. Fejeljétek meg a like gombot, ha tetszett. Ha nem, akkor meg ne. Na jó, sziasztok, csákány, legyetek jók és szobatiszták, és kellemes ünnepeket!